Tablóikkal és egy-egy virággal a kezükben vonultak be a tanáriba a most végzős osztályok diákjai szombaton a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A fiatal felnőttek apró, de annál kedvesebb gesztussal készültek egykori oktatóik számára. Szeretnénk megköszönni tanárainknak a 6 éves munkát, és hogy ennek nyoma is maradjon, ezért szeretnénk átadni szeretettel a tablónkat, és hogy megőrizze azokat a szép emlékeket, amiket itt együtt szereztünk a gimnáziumban. A tabló mindig egy szimbólum, egy pillanat felvétel az érettség előtt álló, a diák éveiktől elköszönő fiatalokról. Ezt már az iskola igazgatója Sümegi József mondta a Ballagókhoz intézett köszönő beszédében. Én egy jó tanácsot, egy gondolatot szoktam azért mindenkinek mondani, és engedjétek meg, hogy én tudom, hogy már az idő nagyon jár, de engedjétek meg, hogy ezt még elmondjam. Ez a kis fonal története. Egyszer egy fonal darab véletlenül levágódott egy gombolyagról és leesett a földre. Úgy érezte ez a kis darab fonal, hogy ő már semmire sem jó. Úgy gondolta, hogy túl gyönge ahhoz, hogy kötelet kössenek belőle, túl rövid ahhoz, hogy egy pulóver vagy egy sál legyen belőle, de még nem is elég jó és szép ahhoz, hogy mondjuk aranyhímzést készítsenek, és irigykedve nézett az aranyfonalra, hogy milyen jó annak, hiszen gyönyörű ruhákat és egyebeket tudnak vele díszíteni. És ahogy így szomorkodott, meghallotta ezt a viaszocska. És azt mondta a viaszocska a fonalacskának, hogy ne szomorkodj! Ne szomorkodj, mert lehet, hogy egyedül gyöngének és kevésnek érzed magad, de ha mi együtt leszünk, akkor ebből lehet egy gyertya. Lehet, hogy nem leszünk hatalmas gyertya, ami esetleg egy gyönyörű tükörtermet világíthat meg, de egy pici kis fény, amely meleget és fényt tud adni a világba. Hát én azt gondolom, hogy a mi életünk is valami ilyesmi. Mi magunk is egy kicsi, ilyen pici fonalacskák vagyunk, és lehet, hogy sokszor úgy is érezzük magunkat, mint ez a fonal, amelyik leesett erről a gombolyagról, és úgy érezte, hogy ő neki már nincs is a világban helye. De ha meg tudjuk találni azokat a pontokat az életben, amely viasz lehet a számunkra, akkor higgyétek el, hogy ti is világítani és melegíteni tudtok. A tanárok és a diákok meghitt bensőséges búcsúja után a már jól ismert forgatókönyv szerint folytatódott az idei ballagás. A fiatalok az intézményt, annak termeit és folyosóit utoljára körbejárva a folyosón keresztül vonultak ki az udvarra. Az udvaron aztán a zászlótűzéssel, majd az intézmény névadójának emléket állító részkarc megkoszorúzásával folytatódott a program. A végzősöktől, mint minden évben, most is elköszöntek az alsóbb éves diákok. Az intézményt ugyan magatok mögött hagyjátok, de az itt átélt sok-sok öröm és bánat, a játék, a tanulás, a programok, a csintevések, a diák szerelmek érzése és emléke még évtizedekig ott marad bennetek, és néha felsejlik majd lehet éppen úgy, ahogyan az én családomban. Ti fogtok majd egykori Gézásként a gyermekeiteknek mesélni a gimis élményeitekről. A padokon ülő végzős diákok szemébe bizony olykor-olykor bánattal vegyes örömkönnyek szöktek, ahogy hallgatták az elmúlt éveiket felidéző gondolatokat egykori diáktársaiktól. De ez valahol a világ legtermészetesebb dolga is, hiszen a középiskolai ballagás, amellett, hogy egy új kezdete, a korábbi évek lezárása is egyben, ami pedig nem könnyű kihívás az ember életében. Lapátok és egy csemete került elő, bátaszéken ugyanis hagyomány, hogy a végzős osztályok egy fiatal fát ültetnek el az iskola udvarán a ballagás alkalmával, idén sem volt ez másként. Ezt követően Sümegi József, a gimnázium igazgatója vett búcsút a 12. A és a 12. B osztályok tanulóitól. Most a ti életetekben egy erős szál szakadt el.
Egy olyan szál, amely eddig óvott és védett benneteket, amelyben alakultatok és szocializálódtatok is. Az iskola egy ilyen erős szál volt. Búcsút intetek most, itt Bátaszéken közel 50 diák int búcsút az Alma Maternek, régen így nevezték az iskolát. Egy támogató, egy tápláló anya, amely nem csak fizikálisan növeli az embernek az életét, hanem szellemiekben és lelkiekben is. És ehhez hozzátartozik a búcsú nem csak a diáktársaktól és a tanároktól, hanem magától az intézménytől, az iskolától, amely óvott védett benneteket, figyelte a gyarapodásotokat szellemiekben és testiekben is. Mint a gimnázium vezetője kiemelte, a diákok eredményei nem jöhettek volna létre az őket végig támogató közeg nélkül, legyen szó a szerető otthonról, családról, szülőkről, nagyszülőkről, vagy éppen a fiatal elméket pallírozó pedagógusok támogatásáról. Az életünkben vannak olyan dolgok, és befejezésként még erre szeretném a figyelmeteket fölhívni, vannak olyan dolgok, amelyek az életnek az alappillérei. Négy ilyen alappillér van, amely nagyon fontos az életünkben. Az egyik az értékrendünk, a másik az erkölcsünk, a harmadik a magatartásformánk, a negyedik pedig a közösségi életünk. Mindegyik nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy ezek az életnek a legfontosabb alappillérei. Az értékrend azt jelenti, hogy az élet dolgaiból mit tartok fontosnak, és mit nem. Mit tartok értékesnek, és mit nem. Erre próbáltunk benneteket nevelni, és ebbe próbáltunk benneteket bevezetni az iskolai tanulmányaitok során. Aztán erre az értékrendre épül az erkölcs, a viselkedés kultúránk. A családotok és az iskola megpróbálta ezeket az alapokat kialakítani. A ti feladatotok az lesz, hogy ezeket tudatosan fejlesszétek és erősítsétek magatokban. Kívánom, hogy mindenki erős szálakat tudjon kiépíteni az életében, amelyek biztos támpontok lehetnek. Kívánom, hogy tudjatok biztos alapokat építeni, amelyre munka, karrier, család és boldog élet épülhet. A diákokra a szombati meghitt ballagást követően még néhány óra pihenés várt, hétfőn viszont megkezdték az idei írásbeli érettségiket.